A tikkasztó meleg a növényeket is megviseli. A nyári hónapokban hat lajtós kocsival locsolja az önkormányzat azokat a területeket, ahol nincs automatikus öntözőrendszer. Az időjárástól függően áprilistól októberig öntöznek, de az életadó vízre minden bizonyal június, július és augusztus hónapban van a legnagyobb szükség. Ilyenkor napi 15 köbméter vizet is felhasználnak egy kocsiból. Összesen 1600 fiatal fát, 238 dézsás növényt, közel 4000 négyzetméter cserjét, 1500 négyzetméter évelő virágot és 1400 cserép muskátlit gondoznak. A muskátlikat, dézsás növényeket, frissültetésű és érzékeny területen lévő cserjéket és évelőket heti két-három alkalommal locsolják. Öt naponta töltik fel a facsemeték öntöző zsákját, ami segíti a víz hatékony felhasználását. Csak úgy, ahogy az ágyásokat beterítő fenyőkéreg vagy apríték is, mert megakadályozza a víz gyors elpárolgását. Ahol lehet hajnalban és az esti órákban öntözik a növények tövét, hogy védjék őket a hűsok hatásaitól.